No, často, keď si ten Chris, čo mi tlačatjátok, egy vadjú játékkal játszok, ez a nem más, mint a War Thunder. Wow! Tehát ez maga War Thunder nevezetű játék, egy ilyen repülő szimulátor, ilyen arcade shooter, vagy mi a faszom. Szóval az a lényeg, hogy amint láthatjátok itt az egérrel itt mutatom, hogy van arcade battles, amivel én játszok, van historical battles, amivel... Jó, nem tudtam elolvasni, na. Az előző videómból tanult, mert mondtátok, hogy túl nagy volt a fejem. Eltökart a félképet, és hát tényleg nem lehetett látni semmit szinte, ezért most változtattam az egészen. Most... Igen, most szerintem teljesen jól lehet látni a játékot, úgyhogy... Örülhettek. Na, töltsd be. De már nem fog akadozni ez a szar, amúgy egész jó kis játék. Ki kell választani. Az a gáz, hogy három repülőnk van össz-vissz. Ha meghalok mind a hárommal, akkor game over. Szóval vigyázni kell. Ráadásul tele van ilyen prókkal az egész játék. Akik így mennek és lövöldözök, és bejön mögé, és puff, szétlövi a seggélt hátulról. Úgyhogy vigyázni kell. Na szóval, itt megyek a repcsivel. Igen, kék vagyok, jó. Igen, ez pont foglalós mód. Pontokat kell elfoglalni, mint... Az előző ricsibe, a TFS-be. Hát csak itt repcsibe. Na, értitek. Na, már lehet is így. Lehet, hogy egy kevizet várni. Na, így néz. Be lehet zoomolni. Elég komoly mi. Hol a repcsibe? Ez hülye nézet. Na szóval, nagyon jönnek az ellenfelek. Olyan légi csatákból lesz részünk, hogy... Elkezdem szorozni a gyereket. Gyerünk. Ott már lövik. Kicsit gyorsítsunk be. Elsülyeztem, mint a Titanicot. Na, úgy lehet lőni az ellenfelet, hogy hát nem tudom, elég hülye pálya, ez tök fejjön az egész. Van egy kis köcs az ellenfél előtt, azt kell lőni, és akkor felébe találod elvileg. Tehát elkapjuk ő, és nem kell félni. Na, gyere, gyere, fia! Mi ez? Mi ez? Most kinek hallottam? Na, büdös fasz, mi nem is találtak el? Hát ezt nem hiszem el, hát csak két repülő van, úgyhogy még senkit nem öltem meg. Na mindegy, próbálkozzunk. Próbálkozzunk. Akkor... Jaj, hogy ilyen légáldi volt. Légáldhárítós löveg. Mindegy, amúgy nézzétek, lehet dugóhúzat csinálni, Anakin Skywalker a Star Wars első részéből. És negyedik része, ahogy veszik. Mondta, hogy akkor dugóhúzó, ram, szétett a droidokat, nagyon király. Lehet lefele menni, meg fölfele, kontrollal. Néha kirja ezt az overloadot, nem tudom, hogy ez mit akar azzal, de szarjunk le, az a lényeg, hogy nem szednek le. Megyek feljel lefelé. Lehet, hogy marad. Na. Milyen közel lehet menni a földön? Gyerünk! Megjöttem a bázisra! De igen, légelhárító ütlegekkel van tele az egész. Újjúj, vigyázni kell. Itt a tévet, itt a térképen. Hát ebben itt mutatom. Azok az, azt jelenti. Légelhárító üteg. Lőnek, lőnek! Gyorsíts! Alig bírom kikerülni az egész lövéseit. De nem baj, itt bevegyünk szépen a hegyek közé. Át lehet nomrázni. Ajaj, seggemben van. Elég nehéz joystick nélkül kezelni amúgy, hogy biztos, hogy jobb lenne. Na, ott vannak. Azokat el kell kapni. Ugye a jobb egérrel át tudtak így
fókuszálni az ellenfélre, akkor csak is mutatja a monitornak a közepén. Ez elég hasznos tud lenni, főleg amikor így jönnek utánatok, vagy tekergetsz valakit, vagy kikergettek valakit. Elég furcsa hangja van a motornak. Mint mindjárt lesz, le akarna zuhanni, nem tudom. Inkább menjük a másik gyerekre. Mindjárt megadjuk neki, ami kell. Ami jár. Elég gyorsan megy ez a repülővel, nehéz utolérni. Az enyém aztán jól gyorsan megy. Próbáljuk meg lelőni. Nagyon messze jár a gyerek. Hát amúgy egy egész unalmas a játék, szóval egy konkrét nem tudok ehhez még hozzáfűzni, az, hogy sok a hó, meg sok a fa, épületek meg sehol. Ó, ilyet is lehet, ha az E-t megnyom, akkor így oldalasan megy, de jó. Nem is tudtam. Na, bombázni is lehet, amúgy csak nem ezzel a repcsivel. Na, itt a célpont. Ennek annyi, ennek befellegzett. Ezt most szarrá vagyunk. Uhuhuhu! Hoppá, vagy mégsem. Gyerünk, bazd meg! Wow! Egy centira ahhoz izétől, hegytől, meg neki ment a barom arc. Jaj! Passzom! Eltalálta a figyelmet ez a rohadék. Na mindegy, ennyi. Ja nem, még van egy repcsű, várjatok, van egy repcsű. Még azzal meghalok gyorsan. Hát vagyis megpróbálok levelni már valakit tényleg, mert nem öltem meg senki az egész játék alatt. Az egész végigjátszás alatt nem halt meg senki. Ideje lenne valakit tényleg likvidálni. Kivonni a forgalomból. Forgalomból. Így, ezt elgondoltam. Már újra venni nem fogom, úgy, hogy leszorom. Na. Akkor... Hol van a legközelebbi célpont? Ó, front felénk jön a gyerek. Jó, meg. Elkapjuk a szemeket. Hát az egyet megöltem mondjuk, azt nekem azt adta az életet. Hú, de menekül valaki! Elkapunk, fiam. Gyere szép. Nagyon közel van, bele fogok menni. Kamikázom. Hát nem, inkább ő ment bele a földbe. Na nézd. Itt vannak. Mi a mai menü? Na itt oldalt van valami. Na, őt kell elkapni, menjünk! Ó, ezt is megölték! Na, ilyen bén az összes sok föl. Mi a fasz, hány lőnek? Hát de ki? Ne! Na jó, ennyi volt, elfogytak a repcsieim. Hát, faszom. Nézzétek a vicsiket, írjatok, ha valami nem tetszik, meg ilyenek, tehát hogy milyen játékot csinálják, hogy videót legközelebb azt is írjátok meg. De valami izgi legyen, nem mint ez a szar. Grafikája is ocsmány, szar az egész. Nem is játszok velük. Na, sziasztok, ennyi volt.